Folytatom a skin bemutató sorozatomat, már eljutottam a második sorig, ez itt a Persona című skin. Hasonlóan, mint a Crash skinnél, ez is úgy néz ki, mint az egyik Mortal Kombatos karakter. Scorpionnak nevezik egy ilyen ninja, aminél a főbb színek a citrom és narancssárga. Kokónak ez az ilyen fejpántja, vagy ilyen sapkája, ilyen narancssárga és fekete csíkos, olyan mint egy tigris, van rajta egy maszk, megerősített fém vállasokkal van, illetve ezzel a ninjás ruhával, az övén van egy ilyen kis löty, valamilyen sárga potion, a kesztyűje le lett cserélve ilyen karmokra, mint a tigris karmok, és a tigris karmok a lábán, a cipellőn is megfigyelhetőek, bő nadrág van rajta, és ilyen kötelekkel van leerősítve. Lássuk, hogyan oldható fel ez a skin. Ezt a skint a Dragon On című pályán lehet feloldani, ami kiemelkedő a Crash 4-ben, ugyanis itt van lehetőség arra, hogy 0 darab doboz összetörésével megszerezzük a kék színes drága követ. Hogyha valaki ezt szeretné, akkor megnézheti a másik videómat a drága kövek, színes drága kövek összegyűjtéséről. Most azt fogom megmutatni, hogy hogyan lehet az összes doboz összetörésével teljesíteni, ugyanis itt inkább az a cél, hogy drága köveket gyűjtsünk, és akkor feloldjuk a skineket. Itt jobb szélen van nekünk doboz, úgyhogy azokat törjük össze. Az előbbi TNT fölött volt még egy doboz, de arra láthattátok, hogy felugortam. AK-NOW maszkját lehet használni, vagyis hát az AK-NOW maszkot, és ezzel lesznek még majd trükkök. Ez itt az első checkpoint, aztán itt várunk, egy picit ugrunk, és itt lesz szélen 2 darab doboz, érdemes mondjuk belecsúszni, és akkor egyszerre 2-t azt ott el is intéztünk. Kötél, kapaszkodás, és mehet a duplaugrás akár idáig, és óvatosan szépen felugrálunk. Itt azért néha nehéz feljutni, de hogyha szépen, ügyesen és lassan tesszük, akkor nem lesz gond. AK-NOW-t használjuk, hogy összetörjük az itteni megerősített dobozokat, vagy pedig használjuk az ilyen hasalás képességeit az ugrás és a kör megnyomásával. A sárkány között itt átjutunk, viszont vigyázzunk az itteni felső TNT-kre, azokat nehogy felrobbantsuk, ugorjunk rá, aktiváljuk, és akkor jön ez az oroszlán, akit elküldhetünk, miután hátat fordítanak nekünk, addig viszont erre nincsen nekünk lehetőségünk, de nem is gond ez. Akkor jöjjünk jobbra, aztán balra, itt becsúszunk középre, és akkor onnan nagyon gyorsan és hatékonyan azt a 3 dobozt össze tudjuk törni. Ide fent van egy doboz a magasba, amit el tudunk érni így is, illetve AK-NOW-t is használhatjuk, a maszkot. 3 doboz, egyszerű elpörgés, tovább haladunk, és a következő checkpointig jutottunk el, feljövünk és elkérjük az akumaszkot. Haladhatunk tovább, itt viszont óvatosan, tehát itt elég magasan kell érkezni, hogy ne robbanjunk bele a TNT-be, arra figyeljünk, és óvatosan menjünk. Kapaszkodjunk meg a kötélbe, és látható 2 darab sárkány akadály, de őket kivárhatjuk nyugodtan. Habár itt a hídnál kicsivel gyorsabban kell haladni. Ugorjunk akkor a bónuszra. 22 doboz van itt a bónuszon, és van egy kis nehézség benne. Legugolok, ugrok, és az ugrásnál ott úgy, ahogy fölfelé ugrok, aktiválom a maszkot, és akkor fentebb kerülök, ráesek, aktiválom, ugrok, és így jutok ide fel. Ez egy kicsit összetett, de a bónusznál az a helyzet, hogy van lehetőségünk arra, hogy újra próbáljuk, és ez nem számít halálnak a 3 halálos drága kő megszerzésekor, tehát azt megtehetjük. Itt körköröznek a sárkányok, itt van még arra mód, hogy itt tovább ugorjunk föl, és akkor ott azokat elérjük, habár innen lentről is lehet, újra lehet próbálkozni, igazából majd ez a nitrodetonátor lesz még, ami itt van állandóan, és úgy is fel lehet jutni, az rajtunk múlik. Itt kell beindítani az AK-NOW maszkját, és azt az 1 darab dobozt is össze kell törni. Kicsit tovább megyünk, és ott utána ugorhatunk, visszatérünk. Már megvan 2 darab drága kő, ami a pumpát érinti, úgyhogy az már rendben van. Viszont most jön még csak az, hogy meglegyen nekünk a rejtett drága kő, ami ide bent található. Itt balra nekünk be kell sétálni, ameddig bírunk. aztán pörgünk, és tovább megyünk. A pörgés az nyilván AK-NOW-val kell, és ott össze kell törni mindent, ami van. Meg is van a harmadik vumpás drágakő, tehát ott össze kell törni az összes cuccot, ami csak lehet. Jó, mehetünk szépen és lassan. Felugorhatunk idáig, itt összetörjük ezeket a dobozokat, checkpoint, és akkor itt újabb felugrás. Látjuk, ott van egy gongos, azzal nem foglalkozunk, a TNT-kkel viszont igen, illetve azzal, hogy ide fent van felül egy darab doboz, azt nem szabad ott hagyni a sötétbe. Jó, csúszunk, ugrunk és aktiváljuk ezt, megvárjuk a sárkány elhaladtát, utána megyünk, megint vártunk egy kicsit, így csúszva, így aktiváljuk, csúszunk, megint aktiváljuk, szépen haladva fölfelé. Utolsó checkpoint, aztán van nekünk itt 2 TNT, aktiváljuk, tehát akkor itt egy tanács, ne álljatok túl a szélére, pedig tényleg csak a TNT-nél álltam, nem voltam én szerintem annyira a szélén, de hát akkor ezt közben mindannyian megtanultuk, a TNT szélén ne álljunk majd. Hoppá, jól kilőttél. Itt van egyébként a kis matrica, hogy ne törjünk össze dobozt, és akkor megszerezhetünk egy színes drágakövet. A nitrodetonátort nem kell használni, mert azelőtt is már feloldódik, ott lesz majd a drága kő. Na de akkor menjünk és nézzük meg az invertált módot is. Így néz ki az invertált mód, és a skinünk pedig így pompázik itt. Na menjünk és akkor teljesítsük hasonlóképpen, viszont a rejtett drága kő az máshol lesz. Ezt fogom még bemutatni nektek, hogy akkor meg tudjátok szerezni a szükséges drága köveket, hogy a skint is feloldjátok. Mászunk itt fölfelé a falon, itt megállhatunk, visszacsúszok és ugrok, látszik, hogy odafent van a rejtett drágakő, de azt magasabbról kell megpróbálni elérni, tehát feljövök idáig. Hogyha már idáig eljutottatok a játékban, itt a pályán, akkor kell visszaindulni és neki lendülni, hogy azt ott megszerezzétek. Tehát elindulok, pörgök, egy ugrás és még egy ugrás, így pedig el tudok odáig szállni. Így pedig megszerezhető akkor ez a skin is. Itt van a lejátszás lista, amiben az összes skin bemutatóm benne van. Haladunk lassan, de biztosan, találkozunk legközelebb.